Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai adásunkban. Megvalósult a régi terv, megújul a közvilágítás Tolnán. Mit jelent a vészes terhességi hányás? Stuttenzé és Tolna egy okirattal újra megerősítette testvérvárosi kapcsolatát. Bemutatjuk Beregi Károlyt, aki a sportra tette fel az életét. Tolna város önkormányzata a legutóbbi ülésén úgy határozott, leporol egy régi tervet és megvalósítja a közvilágítás korszerűsítését. Mindenre azért van szükség, mert tarthatatlanná vált az energiaár emelkedése miatt a költségvetésben erre szánt keret. A jövőben korszerűbb és olcsók lámpák világítanak majd a közterületeken. Jó néhány évvel ezelőtt, 2017-ben egyszer már az önkormányzat asztalára került az a téma, korszerűsíteni kell a város közvilágítási rendszerét. Akkor a tanulmánytervek is elkészültek, ám a megvalósításról lemondtak. Az időközben bekövetkező energiaár növekedés azonban arra késztette a városatyákat, porolják le a régi tervet. Most annyira felgyorsultak az események, és várhatóan annyira magasak lesznek az energiaárak, hogy egész egyszerűen nem fogjuk tudni kifizetni a villanyszámlát. Most ebben az évben még az év végéig kötött szerződésen, vagy kötött áron vesszük a villamos energiát, de a jövő évben már nem így lesz. Tehát mindenképpen meg kell oldanunk azt, hogy olcsóbbá tegyük például a villamos energiafogyasztást. Ugye több mód van erre, nyilván az épületek villamos energiafogyasztását napelemekkel lehet csökkenteni, illetve a fényforrások ledesre cserélését, és a közvilágítás korszerűsítésén is már évekkel ezelőtt elkezdtünk gondolkodni, de annak idején úgy ítéltük meg, hogy egyelőre nem sürget bennünket annyira az idő, nem voltak annyira magasak az energiaárak, hogy azt a finanszírozásból ne tudtuk volna fizetni. Nem csak az égők cseréjéről van szó, mondja a Perszhofer Ágnes, hiszen az eltökélt szándéka a városnak, hogy a jelenleginél ne legyenek sötétebbek a tolnai utcák. Nagyon fontos az, hogy ne kipipáljunk egy feladatot, hanem hogy van közvilágítás a városban, pipa, hanem valóban az emberek biztonságba érezzék magukat, és a közterületeket minél nagyobb mértékben tudjuk megvilágítani. Akkor ez egy nagyon jelentős beruházás lett volna, most is az egyébként, hiszen itt akár lámpatest bővítéssel, illetve más kategóriájú ledes lámpáknak a felszerelésével történt volna ez meg. Tehát nem egy az egyben a jelenlegi lámpaoszlopokon lévő régi lámpatestek kicserélését ledes fényforrásra tervezzük, hanem azt szeretnénk, hogyha minél nagyobb fény lenne a városba, tehát legalább a mostani szinten maradna meg a fényerősség, és a régi tendertervet szeretnénk szabványosítani, tehát szabványos tervekkel szeretnénk nekiindulni ennek a beruházásnak, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy körülbelül 170 millió forintos beruházást egy ilyen bizonyos ESCO típusú finanszírozásban fogja majd, tehát gyakorlatilag leasingelni fogja, és részleteiben fogja ezt kifizetni, de a lényeg az, hogy azt mindenkinek tudomásul kell mennie, hogy a közvilágítás az a közterület megvilágítására kell, hogy szolgáljon, és azt mi igyekezni fogunk minél jobban ellátni, de azt viszont meg kell érteniük a lakóknak, hogy a saját udvaruknak a világítását azt mindenkinek magának kell megoldania. A Magyar Kajakkenu Szövetség megkereste Tolna város önkormányzatát egy ajánlattal, melynek keretében csónak és kerékpárbérlésre alkalmas ingatlan épülhet a csónakház mellett. Ez nyilván csatlakozna ahhoz az országos és megyei kezdeményezéshez, illetve már folyamatban lévő beruházásokhoz, amiben összekötik ezeket a vízi megállókat és kerékpáros megállókat és utakat, akár keveredve, tehát egy helyen lehet kerékpárt és vízi eszközt is bérelni, és aztán mondjuk a Sióról eljön a tolnai megállóhelyig csónakkal, és aztán innen tovább megy mondjuk Domboriba a kerékpárral, és ott újra csónakba ül, tehát nagyon sok lehetősége lesz ennek. Várhatóan akár a vendégészakák száma is, de mindenképpen az ide látogatók száma nőni fog számításaink szerint, és nyilván én már annak idején örömmel vettem ezt a megkeresést. Most döntött a képviselőtestület arról, hogy végül is nem a
a Tornai Kajakkenu Egyesület, hanem az önkormányzat lesz a beruházó, tehát a támogatási szerződést is velünk fogja megkötni az MKKS. Tolnaváros egyik jelképe a Szent Háromság szobor, melynek állaga az évek alatt erősen leromlott. Most civil kezdeményezés indult a megmentése érdekében. A kezdeményező Salamó Márta, a Tolnai Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke. Létrehozna egy alapítványt, és tolnai vállalkozók támogatásával, illetve pályázati úton teremtene forrást ennek a szobornak a felújítására. Hozzáteszem, hogy az előzetes tervek szerint itt azért sok pénzről van szó, de most mi arról döntöttünk, hogy nyilván magának az alapítványnak a névhasználatához engedélyezzük a Tolna nevet, és nyilván mindenféle együttműködési megállapodást meg fogunk kötni annak érdekében, hogy meg tudjon újulni Tolna egyik legrégebbi szimbóluma. Meddig és milyen szintű reggeli rosszul lét normális a kismamáknál? Meddig gyanakodjunk a bajra? Egy alig ismert kismamákat megtámadó betegségre akarja felhívni a figyelmet Felföldi Eszter, egy tolnai édesanya. A vészes terhességi hányás hazánkban a várandós nők 2-3%-ánál jelentkezik, és akár súlyos következményekkel is járhat, ha későn kezdik el kezelni. Eszter figyelemfelhívó megmozdulásának a célja az, hogy információkhoz segítse a jelenlegi és leendő kismamákat, hogy ők a baj bekövetkezte előtt felismerjék a kort. Reggeli rosszul lét vagy betegség, émeigés, fáradékonyság, hányás. Ezek a várandóság első és mondhatni általános tünetei. Azonban van egy pont, ami már nem normális. Felföldi Eszter egy tolnai édesanya terhessége első trimeszterét nem tudta csodaként megélni, mert egy számára ismeretlen betegséggel kellett szembenéznie. A várandóságom 6. hetében már nagyon hamar kezdődtek a terhesség tünetei. Kezdetben émeigés és hányás, majd aztán súlyosbodtak a tünetek, és pár nap elteltével már a mindennapi teendőimet sem tudtam ellátni. Nagyon sokat hánytam, és nagyon aluszékony voltam, illetve gyenge. Majd amikor már úgy éreztük, hogy ez már súlyosbodik, akkor döntöttünk úgy, hogy kórházba megyünk, ahol vizeletvizsgálatot végeztek, és megállapították, hogy régóta súlyosan ki vagyok száradva, és maradandó szövődményekkel számolhattam volna, hogyha nem jövök idejében kórházba. A tüneteim a 9. héten még tetőztek, ekkor már sem ételt, sem folyadékot nem tudtam magamhoz venni, rendkívül sokat hánytam, nagyon gyenge voltam. Összesen egy hónapot töltött kórházban, és míg a legtöbb kismama súlya ilyenkor gyarapodik, ő ez alatt 13 kg-ot fogyott. A betegség nem csak fizikailag, hanem lelkileg is nagyon megviselte, és nem csak őt, hanem az egész családját. Nehezen éltük meg, mert eddig még sose hallottunk erről a vészes terhességi hányásról. Ugye azt gondoltuk az elején, hogy teljesen természetes egy kismama az elején hány, rosszul van, gyengébb, de egy idő után ez nem múlt el, és akkor kezdtünk nagyon aggódni. És annyira elkezdett legyengülni, kiszáradni, hogy egy idő után nem tudott felkelni az ágyból, vagy kimenni saját maga fürdeni. Úgyhogy akkor már nagyon aggódtunk, akkor pedig bekerült a kórházba, és hát gondoltuk, az infúzió meg minden elkezdte tőle javulni az állapota, de nagyon lassan, tehát nem is, és nagyon le is volt fogyva, legyengülve, nagyon sápat volt, tehát akkor már nagyon aggódtunk. Utána elkezdtünk mi is az interneten mindenfelé kutakodni, hogy mi lehet az oka, mi lehet a háttérben, hát ha tudunk segíteni, mert ugye magyarázatot rögtön nem kaptunk erre. És hát nehéz így megélni, hogy amikor ott egy kismama, és azt látod, hogy egyszerűen épül le az helyett, hogy élvezni, és ki tudná élvezni ezt az elei örömöt a kisbabába, és aggódni kell az egészségügyi állapotáért és a babáért, és ez nagyon nehéz volt mindenkinek, megviselt minket is. Azért kell, hogy tudjanak róla a kismamák, mert különben megijednek, nem tudják, nem mennek időbe segítséget kérni a kórházba. És ugye, hogyha meg már nagyon kiszáradnak, nagyon vészes az állapot, akkor... Mert például nem figyel rá senki, a védőnő azt mondja, hogy ez természetes egy ideig, ez van hányás. De hogyha nem megy be időbe, és a kisbaba vagy az anyuka ezt ugye megsínli a végén, hát azt szerintem visszafordíthatatlan. Tehát mindenképp kell, hogy tudják, hogy a kismama nem biztos, hogy csak hisztizik, mint ahogy szokták mondani, hanem ez tényleg valami olyan betegség áll a háttérben, amivel foglalkozni kell az orvosoknak. Dr. Komáromi Fülöp Zoltán szülésznő gyógyász szakorvost kérdeztük a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról. Igazából ez nem új betegség, ez nagyon rég felismert, vagy régen a látókörünkben volt ez a terhességi vészes hányás. Igazából
a reggeli hányás, hányingertől azt különbözteti meg, ami amúgy egy terhességi gyanújel, és elég sok kismamát érint, azt különbözteti meg, hogy igazából befolyásolhatatlan, csillapíthatatlan hányásról beszélünk, ami kezeletlen esetben elmehet egész odáig, hogy a kismama kiszárad, és ebből következnek a problémás dolgok, illetve a kóros életveszélyes állapot. Komoly kockázatokat jelenthet, ha későn kezdik el kezelni a betegséget, a magzat méhen belüli fejlődés elmaradását, vagy akár koraszülést is okozhat. A doktor hozzátette, hogy a magyarországi terhesnők mindössze 2-3%-ánál fordul ez elő, és női ágon öröklődhet. Felföldi Eszter saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyi bonyodalmat okoz az információk hiánya. Hiába kerestük az interneten az okát, vagy bármi más gyógymódot rá, nem nagyon találtunk egy pár cikken kívül. Ezért is döntöttem úgy, hogy ezzel a jövőben foglalkozni fogok ezzel a kérdéssel, és az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány segítségével figyelemfelhívó kampányt indítok, melynek célja, hogy a kismamákat támogassuk, akik ebben a betegségben szenvednek, illetve hogy szélesebb körben megismerjék ezt a betegséget, illetve majd a továbbiakban, hogyha a honlapunk elkészül, ott egy kérdőívet tölthetnek ki azok a kismamák, akik ebben a betegségben szenvednek, vagy esetleg arra gondolnak, hogy ez a betegség érinti őket, és ezáltal ki tudunk szűrni belőle olyan dolgokat, hogyha amivel kezelni tudjuk majd. Ezen kívül a betegség pontosabb kutatását is kezdeményezni fogják. Eszter elmondta, hogy a terhessége 20. hetére épült fel teljesen a betegségből, és minden egyéb kockázat nélkül természetes úton egy egészséges kislányt hozott a világra. Most rövid reklám következik, majd beszámolunk arról az ünnepélyes eseményről, melynek keretében Tolnaváros megerősítette testvérvárosi kapcsolatát német partnerével. Maradjanak velünk, rövidesen folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Hungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, 3 műszakos munkarendben. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál 1-2 műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balónékukat@dkchungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Harminc éves jubileumi találkozón vettek részt a németországi Stutensee és Tolnaváros képviselői. Az ünnepélyes összejövetelre eredetileg a külföldi testvértelepülésen került volna sor. A németországi város újonnan választott polgármestere először járt Tolnán. Ezt a nyilatkozatot írta alá Tamara Schönhár és Appelsoffer Ágnes, a két város polgármestere, hogy biztosítsák egymás települését a további kölcsönös együttműködésről és támogatásról. 30 éves jubileumot ünneplünk ma, de
ez egy picit elcsúszott, hiszen magát a partnertelepülési okmányt itt Tolnán 1990-ben, a németországi Stutenzében pedig 1991-ben írták alá, de mint ismeretes az elmúlt évek nem tették azt lehetővé, hogy találkozzunk a partnertelepülésünk képviselőivel, és így nem volt eddig alkalmunk arra, hogy megrendezzük ezt az eseményt. Gyakorlatilag a 30 évben, az utóbbi 2-3 évet kivéve minden évben történt egy-egy találkozás, hol Németországban, hol itt Tolnán. Nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy nem csak a városvezetők találkoztak, hanem civil egyesületek, cégvezetők is alkalmat találtak arra, hogy egymással találkozzanak. Az évek során a világpolitikában történt változások ellenére megmaradt a jó kapcsolat a városvezetők között. Én azt gondolom, hogy ez a 30 év alatt nagyon sokat változott Magyarország, és nagyon sokat változott nyilván Tolna is, Stutenzé talán ennél kevesebbet, hiszen miután csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és nem szabad elfelejteni, hogy a rendszerváltás küszöbén álló kis városkából azért egy én azt gondolom, hogy egy szép barátságos kis város lettünk, amire mi nagyon büszkék vagyunk, és mindig is példának tekintettük a testvértelepülésünket, Stutenzét. Az első ilyen partnertelepülésünk volt, és ez nagy dolog volt annak idején, hogy egy volt nyugat-európai várossal tart kapcsolatot Tolna. Én azt gondolom, hogy városvezetők jöttek-mentek, sajnos van, aki már nincs is közöttünk, de mindig kiváló volt a kapcsolat, és sosem politikai téren közelítették meg a városvezetők és a politikusok egymást, hanem tényleg a testvériség és a barátság jegyében. Marassönhár polgármesterasszony egy emléktáblát is átnyújtott a vendéglátóknak. Remélem, hogy még sok ideig együtt maradunk, és azokra az alapokra építettünk, amit megkaptunk. Sok köszönöm. Én remélem, hogy a következő 30 év legalább ilyen szép és mosolygós lesz, és azt is nagyon remélem, hogy az itt töltött pár napot a német vendégeink nagyon kellemesen töltik. Ilyenkor igyekszünk minél többet bemutatni a városról is, és Magyarországról is. Gyakorlatilag, mint ahogy mondtam, ez már csúszott egy-két évvel ezelőtt. Eredetileg úgy volt, hogy Stutenzében fogjuk ezt tartani, aztán úgy alakult, hogy most ez mégis itt lesz. Én nagyon szeretném, hogyha mindenki jól érezné magát, és magán az ünnepélyes aktuson túl egy kis meglepetéssel is készülünk a vendégeinknek. A medinai tambura zenekar is fel fog lépni a vacsora közben. Tolnai részről a város életében egykoron fontos szerepet betöltők is megjelentek a fogadáson. Hívtam a volt polgármestereket, akik közül van, aki részt is tud venni ezen az alkalmon. Az intézményvezetőink, képviselőink, német nemzetiségi önkormányzati képviselők itt lesznek, és mindazok, akik valamilyen módon a partnerkapcsolatban részt vettek, és a nyári szabadságok egyébként lehetőséget tesz arra, hogy a ma este itt legyenek. Természetesen jó vendéglátóhoz híven Tolna is ajándékozott egy emléktáblát Stutenzének a 30 éves barátság jegyében. Gyerekkora óta a sport határozta meg a mindennapjait. Edzett ifjú labdarúgókat, és most a jégkorong utánpótlás cseperedik a keze alatt. Munkája elismeréseként a város sportjáért kitüntetést vehette át nemrégiben. Beregi Károly több korosztályt fertőzött meg a sport szeretetével és a mozgás fontosságával. Én Taszáron nőttem fel, a taszári repülős ezred környezetébe, ahol olyan emberi, tárgyi és természeti környezet vett körbe, ami meghatározta a személyiség, egyéniségem fejlődését szinte egész életemre. Olyan lehetőségekkel élhettünk itt a 70-es évek, 50-es évek körül, ami nem volt jellemző még a városi szinten lakó gyerekeknek se.
kiváló sportolási lehetőségek, ahol meg tudtunk ismerkedni a teniszezés, az úszás, a labdarúgás, a kerékpározás, önvédelmi sportok alapjaival, labdajátékok, röplabda, tehát rengeteg sporttal tudtunk kapcsolatba kerülni már egész kicsi korunkban. Hívtak asztali teniszezőnek, több versenyt nyertem. Végül is a labdarúgást választottam, akkor az volt a legnépszerűbb a gyerekek körében. Felnőtt koromra olyan hatással volt rám, hogy én elhatároztam, hogy egy olyan edző leszek, aki sokoldalú. És ennél fogva mindig új utakat kerestem, akkor, mint labdarúgó edző dolgoztam, és próbáltam új utakat, új impulzusokat keresni a labdarúgó gyerekeim, én csak utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, labdarúgó gyerekeim edzésére. És Tolna megyébe szinte elsőnek hoztam be a ovi focit. Akkor, amikor ezzel elkezdtem Tolnán foglalkozni, a ismerő szakemberek azért mind csóválták a fejüket, hogy hát ez azért még korai talán. Hát örömmel tapasztalom, hogy azóta már a csapból is ez folyik. 20-30 évvel ezelőttről beszélünk szinte, az akkori gyerekek alapképzettsége sokkal magasabb szintű volt. Később a gyerekek ilyen irányú képzettsége már nem ütötte meg azt a mércét, hogy ne kelljen fejleszteni őket. És én nem sportág specifikusan kezdtem el foglalkozni a gyerekekkel, hanem labdajátékok, korcsolyázás, teniszezés, tehát alap sportok alapjait tanítottam a gyerekeknek, és azt tapasztaltam, hogy majd később, amikor kijön az, hogy melyik sportág felé orientálódik mentálisan. Nekem van egy alapképzettségem, mint síoktató. Ennek folytán kapcsolatba kerültem magas szintű korcsolyázást űző sportolókkal Szlovákiában, Magas Tátrában. És ők megtanítottak olyan szinten korcsolyázni, hogy elhatároztam, hazajövök, és ezt a sportot kezdem el népszerűsíteni a városba, mert ilyen irányú szakember nincs Tolna városában. Most már egy olyan szintű jégkorong egyesület működik Tolna megyébe, egy nagyon szuper csarnok segítségével, ahol ezeket a Tolnán lerakott alapokat itt a gyerekek tovább folytatják, és egész magas szintre tudnak eljutni. Lépegetek mindenki, akinek csúszik a korcsolyája, előre, az fogja meg a térdét. A sport öltötte ki az életemet, dolgoztam sportvezetőként, létesítményvezetőként, edzőként, és azt láttam, hogy azok az emberek, akik nem találják meg a helyüket a világban, nem találják meg azt, amivel örömmel foglalkoznának, azok az emberek nem élnek örömteli életet, mint amilyet nekem sikerült. És én ezt az örömteli életet próbálom átadni a gyerekeknek a sporton keresztül. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!